Brumma 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 brum 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 brumma 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 brum brum brum. Amit tudjátok, ez a tóra, amivel mi Magyarországon nem tudtunk egy tórát szerezni, egy ajándék Amerikából, az Egyesült Államokból, körülbelül olyan 100-valahány évvel ezelőtt írták ezt a tórát. Valahol talán Lengyelországban vagy Oroszországban, és kikerült az Egyesült Államokba. És most, a 21. században a tóra megtalálta az útját vissza Európába, és a mi kis közösségünknek a tórája lett. To congregation Beit Orim, may you go from strength to strength, with great affection, Temple Sinai of Roslyn, New York, 82809. Simhat Tóra, a Tórának az örömünnepe, ez a nap, amikor mi az utolsó szidrát, az utolsó parasát, Zot HaBerahát olvassuk, a heti szakasz magyarul, igen, és mivel mi úgy mondjuk, és valóban azt hisszük, hogy a tanulást sohasem szabad befejezni. Tehát nincsen olyan dolog, hogy itt van egy könyv, én elolvasom és leteszem a könyvet és kész, hanem ha leteszem a könyvet, akkor rögtön megnézem újra az elejét, és elkezdjük előről. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach Leolam Baed. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol HaAmim Venatan Lanu Et Torato. Baruch Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayaal Moshe Mi'arvot Moav El Har Nevo Rosh HaPisgah Asher Alpenei Rého. Nagyon örülök, hogy Polnár Flóra olyan szépen mondta az áldást a tóra olvasás előtt. És hát ez persze nem csoda, lehet, hogy Magyarországon csoda, hogy egy nő a tórához megy, és a tóra áldást elmondja. De tulajdonképpen a kezemben tartom az amerikai konzervatív irányzatnak az imakönyvét, és ez nem csak az imakönyv, hanem a imakönyv mellett kommentár is van, és szeretném kinyitni egy nagyon érdekes helynél, ahol a Simhat Tórára vonatkozó fontos dolgokat találjuk. Például okáért látod azt, hogy itt beszélnek vagy hatán, vagy kala, illetve kalat hatora, tehát a tórának lehet egy vőlegénye, hatan hatora, vagy pedig egy mennyasszonya, kalat hatora. És azt is látjátok, hogyha a konzervatív templomokban egy imát mondanak, hát mindig mondunk egy imát azért, aki befejezi a tóra olvasást, ugye az nem muszáj, hogy az egy férfi legyen, hanem lehet egy nő. Van egy áldás, amit szoktuk mondani, és ez, amit Jákob mondott ő unokáira. És olyan édes, aranyos gyerekek vagytok, hogy hát én is el akarom azt mondani. A malach ha-go-el otini kol-ra yevari et hanerarim veikari vahem shemi veshem avotai Avraham veyitzhak ויתגו לרוב בקרב הארץ. לכל האותות המופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים לפרו, לכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. חזק חזק ונתחזק. Hazak, hazak, venit hazak, ami azt jelenti, hogy légy erős, és erősítsük egymást. És ez, ami a magyar zsidóságnak szükséges. Én szeretném azt, ha minden magyar zsidó
hallgatna erre a fontos tanácsra. Hazak, hazak, venit, hazak. Légy erős, és erősítsük egymást. Ne gyöngítsük egymást, erősítsük egymást. Mit jelent az? Az azt jelenti, ha valaki ortodox, legyen a legjobb ortodox zsidó. Ha valaki Chabad követő, legyen a legjobb Chabad követő. Ha valaki neológ, akkor legyen a legjobb neológ. Ha valaki maszorti, legyen a legjobb maszorti. Ha valaki csak egy ilyen kultúrzsidó, legyen a legjobb kultúrzsidó. És természetesen ne felejtsük el, ha valaki egy reformzsidó, mint mi, akkor legyen a legjobb reformzsidó. Lehetne motorizálni. Hát lehetne motorizálni, de nem lehet. Ereszted, jó? Tomi, hol vagy? Persze. Okay. Ne nagyon gyorsan, nehogy elszakítjon a munkát, de még van, lehet látni, hogy sok van még. Simhat Tóra, akkor, ahogy mondtam, befejezzük a Tórának az olvasását, és rögtön elkezdjük olvasni legelőről az első könyvnek az első fejezetével, és tovább így. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Ve'aretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tohom. Ve'ruach Elohim rachefet al pnei ha'mayim. Hát a Tórának örülünk. Hát Tóra az Isten ajándéka nekünk, de ugyanakkor Isten azt is akarja, hogy a Tórát megosszuk az összes néppel. A Tóra nekünk adatot, de ugyanakkor a Tórának az igazságosságát kell hirdetnünk az egész világnak. Ilyenkor nem a Tóra adást ünnepeljük, hanem inkább a Tóra tanulást. Hogy Isten adott nekünk erőt és egészséget, és beírt az életkönyvébe, mint ahogy imádkoztunk ezért a fő ünnepeken. És nem csak, hogy beírt az életkönyvében, hanem megengedte nekünk, hogy tovább folytassuk a Tórának a tanulását. Amen. Mindig jó tanítani. Jó. Na, akarsz még egyet? Nem? Te akarsz? Na. Na.